Sziasztok! Zozóka vagyok, folytatom tovább a Last of Us 2-t. Mégpedig a történettel. Persze, mi másról. Jól van, Andy, csak az a helyzet, srácok, hogy nincs semmi mondani való. Gyorsan vacsora előtt fölveszek egy részt. És ha szerencsém lesz, akkor még vacsi után is. Majd meglátjuk. Sajnos baj van, valami baj van a géppel, mert lassan bútol be. Majd át kell még néznem. Majd még át kell néznem. Pedig első bekapcsoláskor, a próba bekapcsoláskor, meg utána is még úgy jó volt. Elkezdtem így a vinyókat átvizsgálni, szkennelgetni, másolgatni, és utána. Tehát az a baj, hogy nem tudom pontosan mihez kötni. Viszont működik úgy nagyjából. Normálisan. Ja, még játszani is játszottam. Valami játékot próbáltam. Már nem is tudom, hogy mit. Nem tudom. Csak úgy próbaképpen tudjátok, hogy tényleg jó minden. Na, tehát. Folytatjuk a Last of Us 2-t. Szerintem itt már találkozni fogunk ellenféllel. Tuti biztos 100%. Habár voltak ugye fertőzötteink, de szerintem most vagy ezekkel a... Jaj, megvan, hogy mi az a rövidítés, mi az az FRK, gyerekek? Ott van, Washingtoni Felszabadító Regionális Katonaság és FRK. Tehát a V betűt, ugye a W-t, azt nem kell nézni. Na ott van, tehát Felszabadító Regionális Katonaság FRK. Na jó van, tehát a banyek. És mikor néztem a videót, tehát értitek, fölolvastam. De aztán nem jutott el, úgy néz ki a tudatomig. Ja igen, itt jöttünk ki. Fölolvastam. És most, hogy én is ugye néztem vissza a videót, ellenőriztem vissza, és akkor bazd meg, ott van. Na, szóval megvan ez is, rácok. Nem tudom, hogy ezt miért csinálták. Nem tudom, hogy ezt miért kellett. Pedig annyira jó, szerintem én jónak érzem a magyarítást, de ez lehet, hogy nem kellett volna. Ugyanúgy maradhatott volna, mint ahogy angolul ugye a falakon látjuk kiírva. Szedjük össze magunkat gondolatilag. Ezeket amúgy miért nem takarítják? Ó, várjátok, és ott van valami. Két nyilvessző. Ki tudjuk venni a nyilvesszőket? Aha, valamit csinál. Ez az. Azt is picim, így van. Srácok, jól érzékelem, hogy lassan-lassan meg fogjuk kapni a íjat? Vagy hát nyilat ki, hogy kinek hogy tetszik. Mert eddig is találtunk ilyen hullákat, de eddig nem engedte kiszedni vissza, hát igen, kiszedni a hullákból a nyilvesszőt. De várjatok! Hadd gondolkodjunk, basszus, gondolkodjunk már el, ez a tetem, ez rohadt réginek néz ki, srácok. Tehát, hogy addig nem járt itt... Hoppá, itt volt egy villanás. Ajaj, remélem, hogy az semmi. Tehát, hogy ez réginek néz ki ez a tetem, és eddig senki nem vette ki belőle a nyilvesszőket. Hát értek, tehát basszus, szerintem ugye a... Most maradjunk már az FRK-nál, hogy szerintem ők is használnak íjat, hát mert miért ne? Értitek, csendesen lehet vele ölni. Hát ez az egyik legfontosabb. A nyilvesszők tényleg visszaszerezhetőek. Na, ó... Nem tudom, de összeszartam magam. Ó, bassza meg. Hát valami robbantás volt. Hopp. Ez... Kutya. Kutyaugatást hallok. Meg is van. Ott van a füst. És... Mintha innen jobbról hallanám a blökit. L3 vizsgálat, meg is vizsgáljuk. Akkor lehet, hogy mégsem kutyaugatást hallok. Hanem fertőzötteket. Te ki vagy? Azt mondja, hogy X. Hát ő... rohanó. Ő is.
Ő is. Jó lenne ugye őket csendben elkapni. Lehet, hogy jobban járok, hogyha így erre elkezdek menni. És szépen megpróbálom innen. Ó, az nagyon jön felém, az nagyon jön felém. Az nagyon jön felém. Pici, ne a fegyverrel kúszunk, mert olyan... Lehetett hallani, hogy... Ahogy a... Tehát, hogy a nagyobb fegyverrel nagyobb zaj csap. Basszus, nagyon sok mindenre odafigyeltek ezzel a játék kapcsán. Tudjátok, ezek az apró részletek... Ezek az apró részletek, és... De mégis... Tehát, ha az ember fölfigyel rá, akkor azt mondja, hogy hát jó, basszus, igen, igen. Tehát, hogy erre is odafigyeltek. Na... Ugye itt volt egy. Ott van. Jó, hát ha minden igaz, akkor csak három lesz. A kurva. Fú, basszus. Annyira közel hallom a hangokat. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Nem tudom, meddig marad ott. Mondjuk, ha itt maradunk... Aja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 j
Öld meg, kicsim! Ügyi vagy, ügyi vagy, ügyi vagy! Vissza a fűbe! Basszus, ezek hogy mozogtak? Eszméletlen. A mesterséges intelligencia, én úgy gondolom, hogy, hogy javult. Az attól eltekintve, hogy néha, ugye úgy éreztem, hogy jó indulatú a játék, de az lehet, hogy ténylegesen a nehézségi szint miatt van. Hiszen ízin púposkodok, tehát ennyi. Basszus, hogy mozognak? Tényleg ilyen kaotikus, tudjátok, nincs egy kitalálható útvonal. Na, erre a kedvet tartja. Ha fingszagot érez, bocsánat, de ha fingszagot érez, akkor arra megy, értitek? Hát most nem tudom, melyiket kapjam el, de ez közelebb van. És azért szerencsére sikerül elkapni őket ugye elég hamar, mert mint hogyha észre is vesz, mindig van egy kis időnk, hogy megöljük. Hát igen, nem vacakol, mi az, hogy fenébe? De miért? Ez most mi volt, kedves Elikém? Apucinak mondd el mindent, mert ez így félszavakból nem fogom kitalálni, basszus kulcs. Jó. Gyorsan. Csuhalja. Oké. Lereagálja a csajszi? Amúgy, hogy... Mi a helyzet? Vagy nekem kell most kitalálni? Hát, nem srácok. Nekem kell kitalálni, hogy menjek-e vagy ne menjek. Bátrabban. 2, 2, 2, ezt le tudom gyártani. Oké. Nem mintha nagy hiány lett volna belőle. Látom, hogy még nem értem el a maximum fölvehetőt. De mindegy. Jó, maradjunk a kis pisztolyjal. Vagy a kis pisztolynál.
Oké. Jó, először járjuk végig a hullákat. Jó, ez is betelt. Azt meg már ugye megnéztem. Meg azt viszont, hogy itt találunk ki valamit. Hát ez a ház, vagy nem tudom mi, az a épület az eléggé leégett. De... nem érdemes föl kapaszkodni rá, vagy legalábbis kapaszkodót keresni, mert semmi nincs ott. Na jó, van, oké, és oké. Azt megfigyeltétek már, hogy mennyire nem jönnek be az előrejelzéseim? Ugye, hogy azért nem, tehát néha eltalálom, nem arról van szó, de ugye általában nem jönnek be az előrejelzéseim. Most itt arra gondolok ugye, hogy ennyire magány ez a kocsi, hogy azt mondtam, hogy na most már annyira nem lesz fertőzött, hanem itt rendes emberekkel fogunk küzdeni, és arra lehet is, csak tényleg, tehát hogy ott volt az a régi ilyen tetem, és nem szedték be ki belőle a nyilvesszőt, és valószínűleg, hogy ez egy régi, de addig elállott a nyilvessző, értitek? Á, nem tudom, azt mikor ölhették meg azt a valamit. Eléggé szét volt ott már rohadva, értitek? Jól van. Itt sincs semmi. Itt kell átugrani, azt tuti bizti 100%. Maradjunk guggolva, kedves Eli. Habár hallgatózhatunk. Jó van, gyerekek, akkor akár mehetünk is. Bátrabban. A amerikaiak nagyon szeretnek grillezni, most már azt figyeltem meg itt a környezetemben is, de úgy olvasgatom is, hogy tehát hogy a Magyarországon biztos, hogy itt is kezd teret hódítani. Ami végső soron jó, csak ha mondjuk így, nem is tudom, 3-4 szomszédod így elkezd kerti grillezni egy hétvégén, akkor jó kis büdöset tudnak csinálni. Na nézzük, mit találtunk. Jolanda. Valami. Jolanda, sajnálom, nem tudok tovább gondoskodni Alfiról. Igazad volt a farkasok kapcsán, valóban rosszabbak még a katonaságnál is. Arra nem számítottam, hogy a miénk egymás ellen fordulnak. Mindenki látta, mit tettek szegény Szofiámmal. És mit akart mindenki ezek után megbékélni? Jogom volt farkasvért ontani, mellém kellett volna állniuk, ehelyett összeesküdtek ellenem, de én léptem előbb. És ennyi? Jó, jó, jó. Gondolom ki az Igor, vagy ki a franc, hogy hívják a csávot? Valószínűleg ő. Hát, az a helyzet, hogy... Jesus. Hogyha az lesz, amit én gondolok, számítok történetben, akkor... Tehát, hogy... nem is tudom, meddig kell visszamennünk. Most akkor ugye, végsősorban ugye a katonasággal, ahogy harcoltak a farkasok, ott ugye oké, nem történt ilyen bosszú állás, de ugye ahogy a farkasok elkezdik terrorizálni a civil lakosságot is, meg hát ugye a katonaság ellen is nagyon keményen fölléptek,
És onnantól kezdve egy bosszú-bosszú elten. Ugye Joelt is valószínűleg ugye bosszúból kutatták föl. Ennyi év után, srácok. Mert valószínűleg tartom, hogy ugye valamikor akkor történhetett ez a... Nem tudom, hogy mit csinál Joel, ugye, a farkasok ellen. Ugye, mert ismerték, mint csempészt. Tehát, hogy az még jóval akkor Eli ideje előtt volt, mielőtt ugye megismerkedtek. Nagyon kíváncsi leszek a sztorira. Nagyon kíváncsi leszek, mert még nem tudunk róla igazából nagyon semmit. Ott egy fekete cica. Nagyon kíváncsi leszek a sztorira, és legfőképpen arra srácok, hogy miért hagyták életben Elit és Tomit. Basszus, ha már elmegyek bosszút állni, fölkutatok egy embert, akkor sejthetem azt, tehát hogy Eli, tehát bosszút fog esni, ott mondta is ugye, ott előttük, bosszút esküdött. Tomi is, de gondolom tudhatnák azt, hogy ki Tomi, tehát hogy a tesója. És miért hagyták őket életben, tehát értitek, nem véletlenül van az a mondás, hogy megölöm az utódait, az írmagodat is eltörlöm, pont ezért basszus, mert hát... Gyereke, unokája, mit tudom én, testvére bosszút fog esküdni ellenem. És pláne hát ugye ebben a világban, ahol ugye a Last of Us játszódik, értelemszerűen már megint ilyen hülye érzéketlen? Ennél? Jó van. Na, értitek, mit akarok mondani, tehát, hogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy miért hagyták életben Elit és Tomit. És semmi. Jó. Ami aztán lehet az is, hogy valami csöndben vár itt egy szörny, aztán megint össze... kakilom magamat. Na ez micsodi? És ez miért fontos? Érdekes. Sporoljon a kiárusításon. Verhetetlen ajánlatokért nézem be... Rosemonthoz. Rosemonthoz, még ma. Hozzam magával ezt a kupont, és elengedjük a végösszeg 25%-át. De akkor rakjuk el Eli. Elrakás. Ott van egy elrakás. Beszorok. Tényleg. De ez miért lesz fontos? Én nem emlékszem, hogy ilyet kellett volna csinálni, vagy találtunk volna egy ilyet bárhol is. Valamit tudunk fejleszteni, vagy valami ilyesmi, ugye? Aha. Jó, mindjárt megnézzük. Betelt. Akkor nézzük meg, hogy... Mit tudunk legyártani? Egy molotov koktélt? Hát a molotov koktél, igen. Jó. Hogy állunk a kapszulával? 20. Hát... az még arrébb lesz. Itt van. 30. És ez jó is, értelemszerűen. Javítsd a célzási stabilitást és pontoságot mozgás közben. Hát, szoktunk mozgás közben lőni. Általában igyekszem nem mozogni közben, de nem mindig jön össze. Ja nem, bocsi, kedves Eli. Ne tüzeskedj. Megint valamit tudunk legyártani. Mindjárt is megnézzük. Valószínűleg tartom, hogy őt, igen. Csuk is le. És irgalmatlanul sok cuccot vehetünk fel. Mert most ugye teljesen ki vagyunk fogyva. Életerünket nem tudjuk növelni. Tehát az most marad. Hú, nagyon hallom a legyeket. Ó, és itt át kell préselnünk magunkat, ahogy nézem. Na jó, mennyi shotgununk van? Kurva, tudtam, te rohadt! Számítottam rád, te mocsok! Aha! Ez valami új fertőzött lesz, ez már a... nem is tudom, a második stádium, ugye? Az első stádium ugye a rohanó, ott van valami, az micsoda? Nem mondjátok!
Ő lesz az! Jövesz a tárgykészítési leírás feloldva, tekintjük. Ott van, mi kell hozzá? Aha, látom, és tudunk is gyártani, de csak kettőt, mert összesen hat lehet nálunk. Ó, és meg is van egy, bőle is gyártja. Oké. Jól van, srácok, megszereztük a nyilat. Meg tudjuk nézni, tehát hogy ki, értitek? Tehát, hogy megtaláltuk a nyilas pasasunkat. Ilyen fertőzött lett. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a sebhelyesek akkor kik lesznek. És ki lesz a sebhelyesek vezetője. Ja, ez majd olyan hülyén néz ki. Várjatok, nem csökkent az életerünk, jó? Gondoltam, hogy visszamegyek. De nem kapott el minket. Ó, annyira tudtam, hát ezért váltottam Sátira. Annyira tudtam, srácok, de annyira... Vagy ugye nincs összefüggés, és több ilyen nyilas pasas van, vagy én nem tudom. Kár, hogy nem tudjuk, hogy ő ki. Nagyon régi, ugye... Passzus, most próbálom felidézni, hogy milyen fényképet, mert valami fényképet találtunk a nyilas pasasról, hogy milyen nyilal pózolt ott. Mert igazából, hát ez nem tudom, hogy milyen nyíl, ez ilyen céllövő nyíl, vagy vadász nyíl. De nem ilyen extra, mit tudom én, valami. Na mindegy, de ő, ez egy másik stádiumú fertőzött. És hát a francia tudja milyen régen. Kár, hogy nem találunk róla itt semmi infót, hogy biztosak. Biztos legyek benne, hogy ő kicsoda. Oké, srácok. Oké, srácok. Szerintem mehetünk. Mentünk egyet? 2 perce volt, akkor az azt jelenti, hogy célszerű elmenteni. Wow. That's one way to use mannequins. Milyen kedves a játék, mi? A véghelyzetig. Jó. All right. Sikerült? Vagy... Aha, nem. Oda. Oda lőtt, ahova céloztam. Még messzebb? A mozgás csökkenti az így hatékonyságát. Maradj egy helyben, miközben megfeszíted. Aha. Jó, hát... És mi ez? Egy fejlődés közben időnként visszaszerezheted a nyilvesződet. Azt sem látom, hogy nagyon lenne bármi stamina. Talán egy picit... Nem tudom visszaereszteni az íjat? Nézzük meg. Próbáljuk meg megint. Tehát, hogyha ezt megcsinálom, így. És ugye elengedem. Aha, így a másik ravasz kell fölengedni, és akkor vissza tudom ereszteni az íjat, a feszítést. Jó. Itt pedig. Szimplán. Jó, hát ez szerintem olyan, mint a többi játékban, gyerekek. Eddig nem nagyon veszek észre bármilyen változást. Viszont mi van akkor, hogyha... Előbb engedem el.
Akkor is. Akkor is kilövi. Igen, akkor is kilövi. Ja, betelt, jó. Esetleg azt látom, hogy mennyire strapabírók a nyilaim? Nem igazán mutatja. Tudjátok, gondoltam arra, hogy előbb-utóbb értelemszerűen elhasználódik. És azt most nem tudom megnézni. Jó. Maradjon a nyilacska a kezünkbe. Ez meg szemétség, hogy nem tudjuk fölvenni. Lesz majd olyan, hogy... Ott van! A legvégén. Another trespasser, a girl. Did you see her? No, but the fucking guy is nearby. Shit. We're looking for two. The fuck's all that smoke? He blew up one of our trucks. How'd you let that happen? Just find them. I want those fucking trespassers. Oh, no, mit csinálsz? Túl sokat mozgattam lefele. A D-padot. Jól van. Na, iszünk egyet, srácok. Kortyolunk egyet. Kutyás kell először megölni, az tény. Hú, gyönyörű volt, zatya! Nem már! Ez szép volt, igen. Kutyus lássom. Ott van a autó mögött. Ajtó. Jó, megvan. Még van egy lőszerünk, van egy nyilunk. Jobb mondom, hogy nyilvesszünk. Oda tudok menni fölvenni? Ott van. Gyorsan, Eli. Ne gatyázz. Na, a kutyus jobb begyűrődött oda. Hol van még egy nyilvesszőcske? Oh, hello baby! Menjünk ide vissza. Jó, akkor kutyust elintézzük egy először. Oh my god. What? Oh god, no. What? It's Rob. What's going on? He's dead. Oh, Bosman. There's someone here. I want every building in ez mennyire jó azért, jó a gép, ügyes, tehát hogy így lereagálja. Gyerekek, el sem tudom képzelni, hogy ez milyen lesz majd például nehezebb nehézségi szinten. Áj, az a baj, hogy... Gyártsunk le egy párat. Ugyanis a kettesével gyártja. Hát sokan lesztek, picikéim. Hagyjuk egy kicsit őket mozogni. Most ugye... Ó, basszus! Report in, people! Talk to me, guys! There's nothing over here. Ah.
Az a baj, gyorsan le, gyorsan le, gyorsan le! Hallottam már a hangon. Mert hallottam már a hangon, hogy... Basszus, az pedig... Kurva élet! Mit csinált ez, otya? Off! Nem jó! Nem jó! Nem, nem, nem! Fuss, 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 fuss! Fuss, 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 fuss! Ezt jól elbaszalintottam, azt a mindenit. Jó, 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 jó. Nem finomkodnak a szép szavakkal. Basszus, a jó a fegyvernek a mi ez a gunplay, vagy hogy mondják? Van ereje a fegyvernek, lehet érezni. Szedjük le a hangtom. Nem, 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 le akarom szedni, ez az. Hogy állunk élettel? Jól állunk élettel, mert ugye... ízin vagyunk. Ott van még egy. Ott van még egy. Ó, még többen is vannak. Basszus, hol van? Bent van a házba. Ajaj. Lehet, hogy itt föl kéne menni. És fölmenni az emeletre. Ha lehet. Ezt nem hiszem el, hogy a pisztolyt átváltottam. Jó. Csak egy picit. Néztem be. Nem nagyon, gyerekek. Egy van lent, egy fönt. Nem találunk valahol egy téglát vagy egy üveget, és akkor rohammal elintézzük. Szerintem nem. Vedd föl, vedd föl, vedd föl. Basszus, most kéne egy rohadt tégla vagy üveg. Merre mozog? Alattam? A garázsban nincs senki. Alattam volt a garázs. Hát nem kicsit izgalmas, srácok, mit nem mondjam, ez nagyon jól jött. Nem kicsit izgalmas a harc. Jó, ezt hagyjuk az átkutatást. Hopp, most ugrott be! Ó, basszus! Az ott jobbra meghalt szerintetek? Öld már meg! Hó, bazd meg! Elszoktam már a paddal játszástól.
Igen, egy dolgot felejtettem el, hogy oké, felvettem hozzá először, de nem töltöttem be. Sáti, sáti, sáti! Jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz! Itt hallom, hogy mászkál valaki. Ja, a francokat szerintem el itt hallom, hogy szenved. Jó, még egyszer. Ezek sokan vannak még. A Last of Us 1-be is mert egész jól megcsinálták azt, hogy Joel ahogy verekedett, ahogy lőttek, stb. Ugye kapta a lövéseket, és akkor tényleg alig tértünk magunkhoz. Ezt itt mintha egy kicsit még tökéletesítették volna, úgy érzem. Na jó, de majd még meglátjuk. Jó. Hop, 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 hop. Annyira furi a hang. Tehát így fülesen nem jó vele játszani, mert... De egyáltalán nem érzékelem, hogy honnan jönnek a hangok, milyen távolról, milyen közelről, stb. Ez az királyság. Az is királyság. Gyerünk, 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 gyerünk. Jó. Ott mintha látnék üveget. Maradjon a sádjon nálunk, maradjon, ugye? Jó, 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 jó. Ez az. Jó, szerintem ki kéne valahogy ugorni az épületből, tehát kimenni az épületből, és ott ügyeskedni. Valahol ott hagyhattunk el még nyilakat. Nyilvesszőket. Lehet hallani, hogy a üveg oda csapódik. Nagyon vagány. Mert... akkor elintézem a maradékot, ha sikerül és ügyes leszek. Csendesen, nyillal. Hát... Nem, 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 nem. Nem, nem, nem. Ott van egy katona a távolba. Talán bejött most a házba? Szállj, csak ugorjunk be. Mondom, ugorjunk be, Eli. Ott van.
Vigyázzat! Basszus, és mennyire durva, gyanút fogott a csóka. Lehet hallani ugye a hangon. Na ezt most lerohanjuk. Rohammal. Basszus, és a gép. Mint ez hihetetlen. Jó, menjünk itt ki. Azon... Ó, kutya is van. Oké, akkor tudunk még legyártani nyilvesszőt? Igen. Akkor gyártsunk, srácok. Ezt nagyon jónak érzem, ezt a mesterséges intelligenciát, meg ahogy mozognak, meg ahogy a többiek lereagálják, meg ugye itt is, hogy hangot adott. Á, jó, jónak érzem. Tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy nehezebb nehézségi szinten majd ez milyen lesz. Azt mondja, hogy jött még veled valaki? Anyone got a visual on her? This place is clear. No! Casey! Oh, bazd meg. He came from that way! És arról jött. Azt a rohadt. Nagyon durva. We gotta stop her! Oké. Ó, van egy kutyus. De mennyire durva! És ezt most rábaszunk! Vagy mégse. Jó, tetszik. Basszus. Még nem hallgatott el a zene, de... Hát... Már nem hallok beszédet, mozgást, semmit. Szerintem, srácok... Elhárítottuk a veszedelmet. Menjünk föl téglát, basszus. Jó lesz az. Ho! Még egy szövegelést hallottam. De hogy hol? Nagyon messze. Hát gyerekek, itt majd nagyon alaposan körbe kell nézni. Ott van! Egy legalábbis. Basszus, remélem, hogy már több nem lesz. Ezt akár még el is intézhetjük így rohammal. Ó, várjátok, férfi... Ezt pont ezt akartam mondani, hogy férfi hangot. Ugye hallottam az előbb, ez meg női nyögés volt. Kurva! Ez az! Merre menjünk? Erre! És itt be! És itt föl! És mit most pihi? De akkor még egy nő van. Azt tuti. Na, egész jól összeszedtük a pisztolyt. A... mi ez a... Tárasba kell még majd. De ne ezzel menjünk, hanem... Ezzel. Ezt a nőt is, ha lehet.
Akkor rohammal akarom elintézni. Ott van. Persze most úgy elfutottam, hogy... Én sem tudom, hogy hol vagyok. Ott van. Jó, kerítés. Mögöttünk van, vagy közöttünk. Ó, basszus, mennyi ilyen lőszer van. Jó, itt már nem fogunk gatyázni nagyon. Ha csak nincs még egy ellenfél. De. Bassz meg. És még kettőt hallok. Ó basszus. Ah! Nem, ez hülye ötlet, Zotya, ugorjunk át, annak, légy szíves. Ne zárjuk be magunkat. Hát de már hányan vannak, basszus? Ó, atya-gatya, ez még három embert... Érzékeltem így nagyon gyorsan, gyerekek. Három embert. Jó. Az a baj, hogy itt ugye nem tudok átugorni a kerítésem. Nem úgy néz ki. El az, viszont tök jó cuccokat találtam itt a garázsban. Jó, menjünk ki. Vissza. Ez itt Zsák utca, ez a rész. Hát ott, mintha látnék valamit, felszedhető tárgyat. Ez így nem lesz jó, így lesz a jó. Ó, célszerű lesz szerintem fölvenni ezt már. És lefejleszteni. Aha, ha tudnám, de nem tudom. Akkor nem fejlesztünk le semmit. Basszus. És értitek, nem rohangál a gép össze-vissza. Nagyon durva. Na azt nézném majd egyszer, hogy... De csapatban is jól mozogtak, hát volt már ilyen szituáció. De rohadt jól mozogtak csapatban is, nem tudj... Úgy fedezték egymást. Ó-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Ó, baby! Anyuci elkap most téged... Apuci irányításával. Merre mozogsz, jó? Nekem hátta. Ez az, még jól lenne itt bent elkapni? Nem, már kiment. Picit. Ez az. Picit talán ott lehetne még szigorúbb a játék, hogy, tehát hogy nem ennyire egyenként mászkálnak, hanem akkor egymás fedezve, értek. Jó, persze az is igaz, hogy akkor meg ugye ki lehet őket játszani. Hiszen egy ilyen nagy területet átvizsgálni nem egyszerű. Ott van még egy. De ugye ne felejtsük el, hogy még egynek kell lennie valahol. Hó, basz meg, hát ilyen közel vagy? Jó. Jó. De itt hallom a csajt is. Ez pasi lesz. Ugye? Vagy nem? Most
meg női hangot hallottam. Na mindegy, egy picit furcsán hallom a hangokat így most a fülesen, így hogy ugye PC-ről játszok. Vagyis hát PC-ről jön a hang végső soron. Hopp. Ott van. Az a baj, hogy mintha még hallanék mást is, hol is neszezni. Gyorsan, 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 gyorsan! I got her! Over here! God. Hoppá, hoppá! Hát itt még vannak! Paszki kuri! Run her down, girl! Ne! Ne, 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 ne! Rohadjatok meg, rohadjatok meg! Hát csak jól hallottam, hogy valahol még neszeznek. A kurva. Gyerekek, mintha elhallgult volna a zene. Hát ez jó volt. Azt kell mondjam, hogy jó volt. Oké, nem azt mondom, hogy... minden... részleteiben... elégedett voltam itt, hogy most hogy kapnak el engem, vagy mennyire könnyű volt őket becserkészni. De basszus! Az egyik legkiválóbb. Vagy talán a legkiválóbb. Ilyen kis becserkészős rész volt. Azt kell mondjam, srácok. És nagyon kíváncsi leszek ezek után, hogy... hogy milyen lesz nehezebb nehézségi szinten. Mert ez ugye easy. No és most, ha minden igaz, akkor nincs más hátra, mint ezt az egész területet szépen átkutatni. Abba is van. Töltsük be ezt a kettőt. Oké. Okay. Most átvizsgáljuk az egész területet. Remélem, hogy nem lesz már több katona. Látok, de valami szisztéma szerint kellene, ugye? Tehát most itt vagyunk ennél a saroknál. Gyorsan ide bemegyek és átnézem, hogy itt nincs-e bármi. Hallgatózunk azért egyet. Jó, szerintem már nincs, mert... mert nem hallom a zenét. Oké. Okay. Mindegyik hullát átnéztem. Ezt igen. Ezt is. Jó. Na, tehát akkor innen indulunk, és akkor haladunk, mit tudom én, itt jobbra. Ugye, ha már ugye ebbe a házba jöttem be. Mert ez egy rohadt nagy terület. Nagyon király. Ebből kell. Ó, hány óra van? Hűha! Hát, remélem, hogy nem lesz már katona. Mikor volt mentés? 2 percen, jó? Mentés. Akkor lehet, hogy amúgy a katonát megöltem, és akkor... hát az volt az utolsó, és akkor kaptam egy mentést a játéktól. Jó, 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 jó. Tehát nagyon remélem, hogy nem lesz több katona. És azért, amit láttam ott. És most már így lendületesen akkor átnézzük a terepet. És arra felé megyünk. Nagyon, de tényleg annyira
lesz egy olyan gyanúm, hogy nem Tommy fogjuk megtalálni. Jaj, meg nagyon remélem, hogy nem lesz olyan, hogy egyszer... Aha, szerintem erre kell jönni. Jó. Pont azt akartam mondani, hogy nem lesz olyan rész, tudjátok, hogy így átmegyek, és nem tudok visszajönni, mert azt nagyon nem szeretném. Mert itt most rohadt sok cuccot itt hagyhatok. Nagyon király. Jó, tehát úgyis akkor szerintem erre jön. Nyomjuk meg L3 tipp. Mint keresztül? Így van. Szipi-szupi. Akkor itt mi most átnézzünk mindent, és majd visszajövünk. És remélem, hogy akkor ott kapunk is egy save pontot. Szóval jó volt, srácok. Én élveztem. És látszik azon, tehát hogyha itt sok ellenfél van, és elkezdünk hangoskodni, és tűzharcba bonyolódunk, hát basszus, akkor elfaraghatunk. És ugye, tehát tényleg ne felejtsük el, hogy ez easy. Ezt a garást egyszer átkutattuk. Igen, ott jöttünk be. Itt vagyunk most abban az épületben, csak majd a sajton jöttünk be. De viszont ugye ezt is még át kell kutatnunk. És az a baj, hogy így lendületesen kell haladni, de azért én szívesen körbenéznék itt a házba. Hoppá, rézi mi. Betelt. És jó ez a kutyás harc is. Mármint hogy úgy értem, hogy nem örülök, hogy itt kutyákat kell öldökölni. Oké, vadkutyánk meg minden, értitek? Várjatok? De szerintem semmi. Ez arra szolgál, hogy itt, ha menekülünk a katonák elől, akkor itt tudunk össze-vissza bújdokolni, meg kimenni. Jó, ha minden igaz, akkor az alsó részt átnéztem. Szerintem ezt a felső szobát is átnéztem. Mert itt voltam. Igen. Ezt is. Ezt is. Itt is voltunk. Ah, de itt valószínűleg nem néztem át mindent. Tehát, hogy jó, hogy figyelni kell a kutyákra is. Jó, mennyi? Meg egy Bambi. Remélem, nem hagytam el semmit. Szobát. Itt nem néztem át. Igazából ugye írás kellene találnunk. Jó. Hol jöttem be? Valahol ugye itt. Hogy így itt volt a garázs. Jó, tehát akkor ezt az épületet átnéztük. És akkor haladunk így errefele. Jó lenne pár nyilvesszőt is találni. Mert sokat nem találtam meg. Most azt nem tudom, hogy ilyenkor tudjátok, hogy széttörött, vagy megsemmisült. Azt a franc se tudja, de jó pár nyilvesszőt nem találtam meg. Aztán persze, ugye párat el is lőttem így mellettük, tehát még lehet, hogy ott hevernek valahol a fűbe. Ez mi a figyfene amúgy? Ez valami sátor?
Nem valami olyasminek néz ki, tehát mint egy ilyen pony... ponyva lenne, és alatta a franc tudja, hogy mi van. Jó? Mert ez a ház. Már ott kiszok egyen. És kortyolok egyet. Itt töltem meg az egyiket. Itt valami futballos gyerekek vannak. Jó, nem látok itt semmit. Igen. Hopp. Az ott mi a figyfene? Semmi. Itt töltem meg egyet, ugye? Valahol. Vagy itt kint? Nem, én úgy emlékszem, hogy itt... Na, úgy néz ki, hogy eltűnt a hullája? Ugye valahol egyből itt kaptam el. Még mondtam is, hogy egy picit kijött. Olyan, mintha így a hullák eltűnnének, valami történik velük. Itt is, mintha lett volna egy kutya itt valahol. Na jó, menjünk tovább. Mert ugye ezt a házat... nem kutathattam át teljesen. Oké, menjünk lefele úgyis. Ácsi, amit tudunk, azt gyártsuk le. Nézzétek, szépen mindenből így visszahoztam most már a maximumot. Ez is megvan. Jó. Menjünk a forgótárassal. Nem igazán strapabíró ez a baseball ütős megoldás, ahogy nézem. Ez király. Ebbe a fegyverbe nagyon kevés lőszerünk van. Sőt, hogy állunk? Jó, hogy játsunk le. Oksa. És akkor ugye már nagyon közel vagyunk valakihez, aki lehet, hogy Tommy, de az is lehet, hogy nem. Nagyon kíváncsi leszek, hogy meg fognak lepni, és nem Tommy lesz, vagy akkor tényleg utolértük Tommy-t. Na majd kiderül. Oké, akkor ezt is átkutattuk.
Remélem, hogy nem hagyok el semmit. Mert tényleg igyekszem lendületesen haladni. De mindig itt... Oké. Semmi. Hopp. Ez mi a franc? Nézzétek, ott a testén át van... De basszus, tehát hogy még a... Mi a franc? Mi a franc? De még mintha a ruháján is látszódna, hogy az... Nem tudom mi ez, valami faszinánk, vagy karó, vagy valami, hogy... Tehát hogy nem, ez nem egy bug. Tehát hogy így átszúródott. Jó, franc se tudja, nem tudom. Hoppá. Igazából írást, meg ilyen fejlesztést, meg ilyeneket, a kártyát, stb. Ne hagyjunk el. Érdekes, hogy nagyon régóta találtam kártyát. Nincs ott semmi. Régóta találtam már kártyát, srácok. Jó, ha mindig ez, akkor ez a ház ennyi csak, ugye? Na, tehát, hogy azért egy picit... Ácsi. Egy picit igyekszem azért lendületesen haladni és gyorsan is. Ilyenkor tényleg... Attól félek, hogy elhagyok valamit. Ez szerintem semmi. Ez volt, ez ugye a nagy ház. A garázsos, meg mit tudom én. Nézzünk azért be. Ha az is, akkor itt nem jártam. Igen, megismerem azt a porcelánkészletet, meg itt ezt. Jó. Ez az a ház. Ez az a ház, és srácok, ha minden igaz... Ácsi? Ezt itt nézzük még azért. Hogy... Nem látok semmit. Jó, tehát ez az a nagy ház, így van. És akkor ha minden igaz, akkor át... Néztünk... Mindent. Ja, igen, mert voltam. Jó. Szerintem megyünk tovább. Te megnézem, hogy tudunk gyártani bármit. Még? Le. Meg hogy állunk úgy általában. Ilyen érdekes, hogy így nem találtam most meg a nyilvesszőket. No, hogy állunk? Tehát itt minden le van gyártva, és igazából... tehát, hogy semmit nem tudok legyártani. Ugye 30 a legkisebb itt, amit majd valahol itt tudok... Aha, igen. Még kell 2. Ennek nem tudom mi értelme lesz, ez a akciós akármicsoda. Naplóban nem került semmilyen új bejegyzés. Mit kell... Dehogy is nem. De nem, ezt olvastam. Ezt olvastuk. Igen, ez akkor volt, ugye ez... Dina.
Igen. És tehát amikor ott hagytuk, és ugye megrepett még előtte a maszk, így van, és kiderült, hogy terhes, meg, stb. 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 Jól van. Ennyi. Ennyi. Akkor nem került be új. Oké. Hogy állunk? 18 perc. Ahogy nézem, hogy itt nem lesz sok kecmec, itt le fogunk csúszni. Kevesebb, mint egy perc, és akkor itt lesz vége, srácok. Játék mentése. Ez az. Ennyi rajta. Nagyon sokan vagytok akkor. They found him. Should we go help? No. She's here. Hold your ground. Na, elég érdekes. Hol van kutya már megint? Na jó van. Lépjünk ki, srácok. Kilépés a főmenübe. Lépjünk le. Elég volt a jóból. Megyek vacsizok. De innen fogjuk folytatni, és most már nagyon kíváncsi leszek, tehát hogy azt mondják, hogy itt van rajtunk kívül az a másik ember, aki lehet, hogy Tommy, lehet, hogy bárki más, meglátjuk. Meg még ugye a sebb helyesek. Jó, hát majd kíváncsi leszek. Arra is kíváncsi leszek, hogy ki lesz a sebb helyeseknek a vezetője. Mert akkor nem jött be az, talán nem jött be az, amit én mondtam, hogy ugye az a nyilas fickó, az a orosz hangzású, nem Igor volt. Igor volt, mindegy. Nevű csóka lesz. És ugye, hogy ő a bosszúálló. Én úgy vettem ki, hogy a bosszúálló az íjas. Ugye? Igen. De lehet, hogy tévedek. Tehát, hogy már itt keverem a szezont a fazonnal. No, de akkor innen fogjuk folytatni. Köszöntöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!